Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szentangyalok templomban és otthonaitokban, az Apostol Televízió szolgálatával velünk ünneplő testvéreimet. Szent János apostolra, evangélistára gondolunk a mai napon, őt ünnepeljük most karácsony 8-adában, és megtanuljuk tőle az igaz világosság követését, azt a bölcsességet, odafigyelést, amit ő tanúsított Jézus iránt, hogy kereste a megváltónak szándékait, titkait, figyelte az ő jó példáját, és úgy igazán szeretett, tanítványá lett. A mai szentmisét névünnepén elhunyt Bernát János testvérünkért ajánlom föl, és gondolok hátrahagyott hitvesére, Rozália testvérünkre és szerető családjára is, akik most kegyelettel emlékeznek János testvérünkre. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent János apostol által feltártad előttünk örök igéd rejtett titkait,
Kérünk, tedd fogékonnyá értelmünket, hogy megértsük, amit ő oly kiváló bölcsességgel tanított nekünk. Ó, mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünk tapintott, az élet igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent. Mi láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amint láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. Ezeket azért írjuk nektek, hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőségnek a hét első napján, húsvét vasárnap, kora reggel, Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, mely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. A szeretett tanítvány mindannyiunk számára követendő példa és szerethető apostol, hiszen olyan sok szép tulajdonságot mutat fel Krisztus követésében, mely mindannyiunk számára a krisztusi életben fontos, sőt elengedhetetlen. Ilyenek például az Úr Jézusra való odafigyelés, az ő szándékainak a keresése, érdeklődéssel lépett Jézus nyomába,
és olyan mélyen meg akarta érteni az Úr Jézus titkait, hogy mindig odahajolt hozzá az ő közelébe. Nagyon szép és kedves ábrázolás, ahogyan János apostolt Jézus mellett az utolsó vacsorán úgy ábrázolják, ahogy az evangélium erről beszámol, hogy ott van mellette, és fejét odahajtja Jézusra, vagy Jézushoz. Ez nem annyira a külsőség, a baráti gesztus jele, hanem az előbb említett belső odaadásé, odafigyelésé, hogy próbáljunk Jézus titkaiba betekinteni, hiszen ő sok mindent elmondott magáról, és feltárt, kinyilatkoztatott, de ehhez nyitott szív és hit szükséges. Szent János apostolban ott volt a tüzes lelkesedés is, a szelíd keresés, de a tüzes lelkesedés, ahogyan testvérével, Jakabbal együtt, a lobbanékony természetük miatt ők voltak a mennydörgés fiai, a Boanergész, idegen szóval a mennydörgés fiai, akik talán félre is értették Jézus királyságát, mert édesanyjukkal együtt kérték, hogy ott lehessenek egészen közel, jobbján és balján az ő országában. De a heves természet inkább lelkesedéssé, tüzes lelkületté változott János apostolban, hogy bátran viselkedjen és bátran hirdesse az evangéliumot. És ami igazán fontos és követendő példa Szent János személyében az, hogy ő volt egyedül bátor ahhoz, hogy odaálljon a kereszt mellé az Úr Jézus szenvedésének, halálának órájában. Odaálljon a szűzanyával együtt, és ezért is lett ő arra méltó és alkalmas, hogy rábízza Jézus az édesanyját, a szűzanyát, és János személyében tudta rábízni édesanyjára a tanítványait, rámutatva, mert ő volt ott. Ő állt ott a keresztövében. Ő is halász volt. A halászatból hívta meg az Úr Jézus ember halásszá, mint a másik testvérpárt, Pétert és Andrást. És ebben a küldetésében mindent megtett azért, hogy sokakat meghívjon a szeretet élethivatására, vagyis arra az isteni élethivatásra, hogy a krisztusi embert a szeretetéről lehet megismerni és Krisztushoz kötni. Ne feledjük, hogy a templomunk felirata ugyancsak Szent János apostoltól származik, az Isten szeretet. És ő, aki a tanítványok között a legfiatalabb volt, és aztán a legnagyobb kort érte meg, ő valóban szeretett tanítványa, és szerető tanítványá lett. Nemrégiben járhattunk egy kisebb zarándokcsoporttal Törökországban, Efezusban. Láthattuk azt a házat, amely a hagyomány szerint János apostol háza volt, ahol a szűzanyával együtt lakott. És számomra különösen nagy és fontos élmény volt az, hogy Szent János apostol sírjához is elzarándokoltunk arra az emlékhelyre, ahol az ő földi maradványait őrzi a kegyes utókor. Ne feledjük el, hogy milyen sok mély gondolattal, belső teológiai meglátással ajándékozott meg bennünket Szent János apostol, evangélista, elsősorban az evangéliumával, de aztán három levelet is írt, ami a Szentírásnak három újabb könyve,
És ne feledjük el, hogy olyan különleges kiváltságban volt része, hogy betekinthetett a mennyei titkokba, az égi jelenésekbe, láthatta a trónon ülő bárányt, az Úr Jézus végső győzelmét a bűn a sátán fölött, láthatta a mennyei Jeruzsálemet. Ezért az a megtiszteltetés érte, hogy mindezt leírva a jelenések könyvének szerzőjeként bennünket is beavasson ezekbe a mély titkokba. Talán már 2 éve annak, hogy a Hegyvidék Televízió számára készített műsorban, amit egyébként már legalább 12 éve folytatok, ebben elindítottam a János Evangélium ismertetését hétről hétre az úgynevezett lélekemelőben. Szeretettel ajánlom nektek is, hogy mélyedjetek el ebben a csodálatos evangéliumi üzenetben, amelyben a hangsúly nem annyira az eseményeken, idegen szóval az epizódokon, hanem a mély meglátásokon fekszik, a belső titkok feltárásán, olyan mély gondolatok és összefüggések fedezhetőek fel a János evangéliumban, amelyek az embert belülről formálják, amelyek alkalmasak a szemlélődésre. Tehát épp így a többi írása is, amire hivatkoztunk. A szeretett tanítvány példája tegyen bennünket is szeretett tanítványokká és szerető tanítványokká, hogy az evangéliumi életünkkel mi is hirdethessük azt, hogy az Isten szeretett. Amen. Amen. Kérjük most testvéreim Urunkat, Jézus Krisztust, hogy szeretetével hajoljon le hozzánk is. Hívjon bennünket is a szeretet szolgálatára, hogy követhessük az ő szeretett tanítványát. Ors szívünkbe szeretetedet, hogy általunk is sugározzon a szeretet élete. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erős akaratot, hogy felismerve hívásodat, álhatatosan kövessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vonj szívedre minket is, hogy egész életünket szíved szeretete irányítsa. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az élet szentségének, az oltári szentségnek apostolai lehessünk. Kérünk téged, hallgass meg. Engedd, hogy egyre jobban megismerve téged, egykor megnyíljon előttünk országod igazsága. Kérünk téged, hallgass minket. Fogadd be az örök hazába elhunyt Bernát János testvérünket, akiért a szentmisét fölajánljuk, s töltsd el kegyelmeddel özvegyét, Rozáliát, és szerető családtagjait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te apostolaidra építetted egyházadat, és tanításoddal vonzottál magadhoz minden embert. Kérünk Szent János közbenjárására, add, hogy az igazságot megismerve, egyre forróbb szeretettel kapcsolódjunk hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Folytatjuk a 25-ös éneket. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk, Istenünk, szenteld meg felajánlott adományainkat, és add, hogy ebből az égi lakomából az örök ige titokzatos életét merítsük, melynek titkait ugyanebből a forrásból tártad fel János apostolodnak, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Az ige megtestesülésének titka által a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett,
Csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a szeretett tanítvánnyal, Szent János apostol evangélistával, a dicsőséges vértanukkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Bernát János szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön rá a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus születésekor
az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten maradj! Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megvédül az én lelkem. Kedves testvéreim, a szeretett tanítvány ünnepén az Úr Jézus örök szeretetére gondolunk, aki önmagát adta nekünk, és az Eukarisztiában ajándékba adta az élet kenyerét, a 142-es számú éneket énekeljük.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozás közösségi imájával állunk azok mellé, a testvéreink mellé, akik vágyakoznak az Úr Jézussal való találkozásra, és otthonaikban kegyelmi módon fogadhatják az Úr Jézus látogatását a szívükben. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, a most bemutatott áldozat által lakozzék mindig bennünk a megtestesült ige, akit Szent János apostol hirdetett, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a Szűzanya a szíve alá fogadta, méhében hordozta a megtestesült igét, ahogyan János apostol ezt leírja már a könyvének, evangéliumának előszavában, az ige testé lett, és közöttünk lakott. Olyan szép, miként Názáretben olvashatjuk az angyali üdvözlet templomában, hogy az ige itt lett, vagyis azon a helyen lett ott testé, ahol a Szűzanya Gábor angyallal találkozott. Mi is hordozzuk az igét, most az eukarisztiában fogadtuk a szívünkbe, és mint a Szűzanyának gyermekei, köszöntsük az angyaloknak királynéját és az apostolok királynéját a Szentmise végén a 287-es énekkel. Felhívtam a figyelmeteket arra, hogy a Lélekemelő című műsorsorozat, amely az Apostol televízióban is rendszeresen megtekinthető, János evangéliumát mutatja be és elemzi. Érdemes bekapcsolódni a Szentírás közösségi olvasásába, annak átgondolásába, hiszen oly mély titkokat tár fel előttünk a mai nap szentje, a szeretett tanítvány, amely átformálja a szívünket, keresztény gondolkodásunkat, lelkületünket. Ehhez a belső evangéliumi formálódáshoz kérem az áldást most rátok, a jelenlévő testvéreimre itt Gazdagréten, valamint az Apostol Televízió és a Hegyvidék TV kedves nézőire, minden média apostolunkra egyaránt. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, a szeretett tanítvány Szent János apostol, őrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, papi készföltételem által áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a tisztelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, reméled és bízom benne. Szűz Mária, kegyelmek anyja, könyörög érendő. Magyarok szent őrangyala, könyörög érendő. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk.